Nem csak az általános iskolások, hanem még a középiskolások is lelkesen készültek az ügyességi és váltófutó csapatbajnokságra. A megyei döntőn résztvevő fiatalok többsége más sportágat űz, de szívesen kipróbálja magát az atlétikai versenyszámokban is a Diákolimpián. Virág például kosárlabdázik. Gerelyhajításban indulok és távolugrásban, most fogjuk ugrani a távolugrást. Ez az első, hogy én itt atlétika versenyen indulok, úgyhogy ezért szerintem nem annyira sikerült a gerelyhajítás. Szerintem azért a fiúk meg fogják itt húzni, úgyhogy szerintem lesz esélyünk tovább jutni. A pécsi Simonyi Szakképzőiskola csapatának többi tagja röplabdázik, de az atlétikát is nagyon kedvelik. Magasugrás volt eddig, amiben 115-öt tudtam megugrani, meg volt nekem is a gerelyhajítás, az jól sikerült, jobban, mint vártam, és lesz még majd a svéd váltó. Magasugrásban vártam, de hát ez nem sikerült úgy, ahogy akartam, szóval a futásban reménykedek, hogy jobban sikerül. A svéd váltó még vissza van, gerelyhajításban szerepeltem és magasugrásban. A gerelyhajítás sikerült a legjobban, mert többet értem el, mint gondoltam. A magasugrás 125-öt ugrottam meg, és hát még vissza van a svéd váltó. A gerelyhajításban vettem részt, és még vissza van a svéd futás. Nem számítottam erre, meglepődtem, hogy ennyit sikerült hajtanom, 15 métert. Örülünk neki, főleg a vidéki iskolák azok, akik a létszámot biztosítják, a pécsiek egy kicsit hiányoznak. Van pécsi iskola, de a nagyok közül sokan nem jönnek. Országosan a 8 ügyességi csapat, illetve 16 váltó jut be az országos döntőre, tehát összesítik az ország minden megyébe, Budapesten az eredményeket, és ez a legjobbak kerülnek oda. Esetlegesen a gerelybe, a svéd váltóba, talán távolugrásba van esély, hogy bekerülnek. 8-10 évvel ezelőtt országos győztesek is voltak még, de most az utóbbi időkben Komlónak volt, a Kökönyösi iskolának gerelyhajításban 2 évben is 3. helyezett csapata. Az volt a legjobb eredmény. Az atlétika ügyességi és váltófutó csapatbajnokság különlegessége, hogy az országos döntőket már ősszel megrendezik.